Sziasztok, Vicuska vagyok. Elhoztam nektek a 2018-as év második leckéjét, ez a 267-es. Fogadjátok szeretettel. Hát, most nem veszünk egy lapot, hanem a számítógépemről hoztam egy lapot, mégpedig 900x600-as. Ez egy piros háttér lesz, úgy gondoltam, hogy piros képet készítek nektek, mert az már régen nem volt, és biztos, hogy nektek is tetszeni fog, gondolom én. Mert ez egy nagyon szép kis kép lesz, főleg, ha sikerülni fog. Mert bizony nagyon sok bajom volt vele, a leckekészítés sem során, mert a Flexi nem akarta az igazságot, majd meg fogjátok látni, hogyha nektek is így van, akkor sajnos újra kell indítani a fotofiltrét, talán még a gépet is, és akkor majd jó lesz. Tehát ezt tudom tanácsolni a bajokra. Na tehát kezdjünk is hozzá. Megvan a kis piros hátterünk, megyek a kijelölésre, az alakzat betöltésére, és itt kijelölöm magamnak a Stamp 2-t. A Stamp 2 biztos ismeri mindenki, tehát a Stamp 1-et jobban ismerjük, mert ez a köröcske, de a Stamp 2 ez egy ilyen négyzet. Na most kijelöltük magunknak a Stamp 2-t, veszünk egy réteg új ürest. Amikor ezzel készen vagyunk, akkor ugye még egyszer kijelöljük magunknak, mert elment a kijelölés, és fogom a bödönt, a mintába beleteszem a pipát, és itt megjelölöm magamnak a mintát, azaz a könyvecskét kinyitom. Itt meg kell jegyeznem valamit. Azt, hogy én a Facebook csoportra feltöltöttem az összes hátteremet, patternsemet. Ugyanúgy néz ki, mint ez itt. Semmit nem hagytam ki belőle, mindent odaadtam. És nagyon sokan kérik ezeket a háttereket, de minek töltsem fel már a csoportba, mikor egyszer feltöltöttem a Facebook csoportba. Tehát onnan próbáljátok levenni, a fájloknál van föltöltve, patterns néven, patterns rár néven, és ezeket a patterseket megtaláljátok, mind az összeset. És ha valaki esetleg nem tudja behelyezni, majd akkor kérjetek segítséget, beírjátok oda a csoportba, és majd valaki fog segíteni, vagy én, vagy valaki. Tehát erről ezt szeretném elmondani. Mert az előző leckémben nem volt feltöltve a háttér, és nagy probléma volt, pedig megmutatom nektek most, ugyan nem ide tartozik, de itt van a háttér, nézzétek. És ugyanúgy nektek is ott van a háttér, tehát ezt most nem nyitom meg. Na most. Hát ezt még egyszer elkezdem, tehát itt a bödönkém, a könyvecském, megnyitom az aranyat és az egyást. Ezt is nagyon sokan keresik. Ugye vettünk egy új üres réteget, és beöntjük. Amikor beöntöttük, itt is szeretnék mondani valamit. Na most ugye ki van jelölve, mert kijelöltük a kijelölő pálcával. Nekünk most az kellene, hogy kijelölés, összehúzás. Egy 10-es összehúzás, és nézzétek meg, hogy mit jelent. Nyomunk egy delete gombot a számítógépünkön, és egy nagyon kis keskeny keretet kaptunk, de én nem ezt szeretném. Na most visszamegyek, én azt szeretném, hogy ugye ki volt jelölve, de nem jelölöm ki, azaz most megyek a kijelölésre, a réteg kiválasztása. Tehát ezt réteg kiválasztással oldjuk meg, mert jobban működik a réteg kiválasztás itt, mint a kijelölés. Most itt a réteg kiválasztással kijelölöm, kiválasztom a réteget, kijelölés, összehúzás és egy 10-es szélesség, oké, és nyomunk egy delete gombot a számítógépünkön, és látjátok a különbséget. Azért mutattam be ezt a dolgot, hogy lássátok a különbséget, hogy mit jelent az, hogyha a réteg kiválasztással választjuk ki, vagy amúgy, amikor már a kijelölés az alakzat betöltéssel választottuk ki. Tehát kettős fogalom. Na most, a következő dolgot tesszük, hát most nem adunk neki árnyékot, ezt egy kicsit lekicsinyítjük. Szabad átalakítás, mondjuk 40%. Mindig kicsinyítgetünk,
Csak azért azt kell megjegyezni ezzel a leckével kapcsolatban is, ott van. Nézzétek, de hogyha milyen szép volt az előbb az arany, de most már nem lett az. Úgyhogy majd mutatok egy dolgot, egy trükköt, hogy megint szép legyen. Mondjuk neki azt, hogy jobb gomb, szabad átalakítás és a dőlés szögön változtatunk, mégpedig 45 tizet. Nagyon nehéz behozni, mert 45-80, de azért betudtam. Tehát pontosan 45 dőlés, 45-ös szög nincsen, csak 45 tízes, és akkor így oké. Okay. Na most, hogyha ugye adunk neki árnyékot, majd fogunk neki adni, de nem adunk neki egyenként árnyékot, hanem majd később. Ezt megháromszorozzuk, réteg megkettőz, és akkor ezt beosztjuk. Ugyanis az azt jelenti, hogy ezt a távolságot beosztjuk három részre. Hát még veszek egy réteg üreset, vagyis megkettőzöm, és akkor be tudom osztani, pontosan be tudom osztani. Tehát ezeket a távolságokat nézzük. Itt ezt a távolságot, és akkor ide kattintok, ugye, ez a felsőé, és akkor ide kattintok. Tehát az a lényeg, hogy itt egyformán tudjuk ezeket beállítani. Tehát egyformán. Hát, itt is tudunk nézni, ez sem jól van. Látjátok, hogy ez sem jól van? Tehát nem jól van. Itt ez. Ez. Mert egy picit még. Tehát, hogyha ezt a távolságot nézed, tehát nézzétek ezt a távolságot, és akkor most már így egyforma lesz, talán. Jó. És akkor ez pedig ezzel szembe legyen, és akkor jó lesz egyesítés az előző réteggel. Egyesítés az előző réteggel. Na most a következő dolgot tesszük. Ugye, amikor eddig elkészültünk, eljutottunk, akkor adunk neki árnyékot. Réteg, beállítások, árnyék. De nem ám hetes, hanem hármas. Mindenhol hármas, és kihúzzuk a szélére. Nem mindenhol jó az árnyék, nem mindenhol jó, hogy kihúzzuk a szélére, de ennél igen. Na tehát, most ezt megint megkettőzzük, réteg megkettőz, amikor megkettőztük, akkor húzunk, és nézzétek, ezt összepakoljuk, hát nem is tudom, nem is egyforma, látjátok? Tehát itt valamit elbénáztam, megfordítom, így. És akkor jó lesz. Tehát, hogyha nem jó, akkor megfordítjátok, és jó lesz. Biztos ráhelyezed ide, hogy három legyen. Tehát, ami azt jelenti, hogy egy, kettő, három luknak kell lenni. Hát ez így mindenképpen ez, tehát dupla lesz, ezzel nem kell csodálkozni, meg egyáltalán nem. Tehát ezen nem, mert na, miért nem tudom megfogni. Azért, mert erre kell kattintani, ha meg akarom fogni. Tehát mindenképpen figyelünk, hogy jól állítsuk össze. Akkor réteg megkettőz. Igen. Most megint itt van nekem ez a... Megfordítom szépen. És akkor fogom. Hát teljesen jól nem tudjuk összeállítani, de nem probléma, mert úgyis megflexizzük, és akkor nem látszanak ezek a kis pitiáner hibák. Egyesít az előző réteggel, egyesít az előző réteggel. Most ugye itt is a fogacskák itt látszanak, meg itt is, de hát mindenhol látszik, valahogy össze kell rakni. Na most a következő dolgot tesszük. Kijelöltem már a számítógépemen, ugye a színeket, én már itt bejelöltem magamnak a színeket. Az első szín az, majd készítek színmintát, de azért innen is lenézhetitek, tehát hozzáadás az egyéni színekhez, és oké. Okay. Na most, az első szín a piros. A pirosat, megmondom, honnan vettem. A pirosat innen vettem. A sötétet.
Azt pedig innen vetem, nem teljes feketét veszek, hanem mondjuk innen. Mondjuk innen veszek, és akkor sötét lesz. Most először is beöntjük. Felső rétegen állunk, beöntjük a bödönnel a pirossal. Mégpedig kiveszem a mintából a pipát, a pirosra beöntöm a szélsőket. Itt van, nézzétek, így alakul. Tehát szélső, beönt. Utána beöntöm a sötét bordóval a középsőket. Itt beletartozik a középső, ezek is beletartoznak. Tehát itt. Meg ez is beletartozik, tehát itt figyeljünk oda, hogy mindegyik be legyen öntve. A következő színecskénk, az szintén, hát nem a színből vesszük, hanem megyünk a bödőre, a mintába, és megnyitjuk itt a könyvecskét, amit ez, az előbb beszéltem róla, hogyha letöltitek a Facebookról ugye a háttereimet, akkor itt megtaláljátok az aranyocskámat, és a másodikba beöntöd az aranyat. Másodikba. Így. Jó, ez most nagyon szép, de nem lesz mindig ilyen. Tehát leteszed a bödönt. Nem lesz mindig ilyen. Azért nem lesz mindig ilyen, mert ha lekicsinyítjük, nem lesz ilyen sajnos. Tehát fogjuk, mondjuk neki azt, hogy szabad átalakítás, és meglátjátok, amikor lekicsinyítjük, akkor nem lesz ilyen sajnos, 40%-ra visszük le. Mert kell ennyi. És nézzétek meg, rögtön megváltozott a gyönyörű kis aranyszíne. De hát nem tehetünk mit. Ide felhelyezzük, és majd csinálunk vele valamit. Mondjuk neki azt, hogy réteg megkettőz, és akkor ide lehúzzuk. Na most, itt van egy kis probléma, problematika. Ugye itt mindenhol három kis kocka van. Itt viszont nem tudjuk ezt megtenni, ezt a három kis kocka, mi hiába is akarjuk, tehát, hogyha ide felmegyek, akkor is csak egy marad itt. Tehát mindenképpen egy helyen egy lesz. Vagy, várjatok, ezt itt beöntöm még, bocsánat, mert ezt még be lehet önteni, de nem ezzel, hanem a sötéttel. De akkor sem jobb a helyzet, tehát akkor sem jobb, mert semmiféleképpen nem lesz három, és akkor azt úgy csinálom meg, hogy így ráteszem. Tehát így ráteszem, ennyi az egész. És akkor, hát itt három van, itt is három, itt egy középet, itt is három, és egyesítjük a rétegeket, és még a következő teszem nagyon picit, szabad átalakítással megnagyítsuk, hogy kitöltse a teret. Hát meglátjuk, hogy mi történik, tehát hogy kitöltse a teret. Így. Mert hogyha nem tölti ki a teret, akkor a flexinél problémák lesznek. Na most, következőt tesszük. Hogyha ezt nem teszitek meg, akkor nem lesz szép a képetek. Megyünk a szűrőkre, a szűrőkön belül a It's Not So Far a Filter Unlimited 2. Tudjátok, a Convolution Filters Engraver. És akkor itt a 180-ra megyünk rá, hát ez is gondolom formális is lehet, nem kötelező annyira. És akkor mindjárt látjátok, hogy egy picikét szebb lett, de mégsem lett olyan, mint amilyennek kellett volna lenni az aranynak. És így mondjuk neki a szűrők, domborítás. Hát erős domborítás szerintem nem jó. Nézzétek meg, milyen csúnya. Tehát nem szép. Szűrők, domborítás, mérsékelt domborítást csinálunk neki, így már egy kicsit szebb lett. Tehát, hogyha még egyet adunk neki, szerintem már nem kell. Hát, de még talán ezt is elbírja. Réteg megkettőz, és akkor egy jobb forgatással elfordítjuk, és ide helyezzük. Na most, ide helyezzük. A két csücsköt összetesszük. Egyesít az előző réteggel, és akkor, mikor készen vagyunk, akkor beöntjük a sötéttel. Tehát végeredményben ez az effektnek az alapja. Ezt kell elkészítenetek, és akkor most a hátteret megkettőzzük, réteg megkettőz, az effektet egyesítjük az előző réteggel, akkor most következik az a híres muramesterünk, de még itt látok egy dolgot, hogy a feketével be kell önteni, meg itt is hátul.
tehát ezt pótoljátok, ha nem öntöttétek be. Tehát megyek a szűrőkre, a szűrőkön nem a Muramester, hanem a Flexi. Szűrőkön belül a Flaming PR Flexi 2. Hát nem tudom, remélem sikerülni fog. Nézzétek csak, szóval ez abszurd. Úgyhogy én most itt dobok egy hátast. Cancel. Tehát az előbb jó volt, amikor kipróbáltam, már nem jó. Tehát ilyenkor azt csinálom, fogom magam, tehát mondom, hogy mit csinálok, fogom magam, még megpróbálom a Flexi 2-t, az elsőt, ez sem jó. Tehát ezt nem értem, hogy miért nem, mikor az előbb még jó volt, és leokéztem. Fogom magam, elmentem, mentés másként, elmentem az asztalra, egy PFI-be, nem tudok más csinálni, tehát ez nektek is biztos, hogy ez a hiba bejön, de most már nem kezdem újból a leckét. És hát remélem, hogy lehet, hogy a fotofiltrit is ki kell kattantanom, nem tudom. Megpróbálom, megnézem. Jelenleg szerkesztés alatt. Tehát ezt kikattintom, és akkor fogom, behozom. Tehát most ilyen problémák adódtak elő, és sajnos nem tudok rajta segíteni, mert az előbb jó volt. Tehát itt van. Szűrők, Flaming PR Flexi 2. Most jó, látjátok? Tehát azt nem értem, hogy miért van ez. Tehát, hogyha ti is így jártok, ezt szerintem jó is, hogy bemutattam. Akkor mentsétek el egy PFI-be, és akkor utána már a második jó lesz. És most leokézom, mert hát, ha megint el fogom veszíteni, de nem értem, hogy miért csinálja ezt. Nem értem. Hát, körülbelül tízszer megcsináltam, és mindig ezt csináltam. Na most fogjuk, nem foglalkozom vele, mert már nagyon idegesített. Fogjuk a kis varázspálcikánkat, belekattintunk, jobb gomb kivág. Jobb gomb kivág. Tehát belekattintunk, jobb gomb kivág. És akkor ezt is kivágjuk. Fogjuk, kivág. Na most ezt az alsót becsukom, látható. És akkor fogom, felső rétegen állunk, varázspálca megint. Remélem más nem vág ki nekem. Hát így eléggé nem jó lett. Először itt ezt fogom. Kivág, és akkor remélem jó lesz, jó van. Hát, ezt inkább leradírozom, vagy nem tudom, mert nem akarja az igazságot. Tehát fogom, még egyszer megpróbálom, még egy, nem mindegy, hogy ugye hova kattintok. Tehát az egészet, nézzétek meg, tehát nem szeretném hasznomon kivenni, inkább kiradírozom. Tehát fogom, azt kiradírozom. Ennél a leckénél eléggé... Tehát rossz tapasztalataim vannak, nem a legjobbak. Próbálom, aztán most majd mindjárt belemegyek. Tehát nem, így sem jó, úgyhogy próbálom megfordítani, hát ha így jó lesz. Tehát nem, semmiféleképpen nem jó. Kivág. Mert sajnos kivágja azt is, amit nem kellene neki kivágni, tehát azt a bordó részletet. De hát nem baj, jó lesz így is. Jó lesz így is, mert itt van nekünk ez a szép kis, nézzétek meg milyen gyönyörű, amúgy azért szép, de nem akarja az igazságot, egyáltalán nem akarja. A radírom se, semmi nem akarja. Felső rétegen állunk, és most azt csináljuk, hogy ezt itt levágjuk. Fogod a kijelölő pálcikát a
téglalapot, és fogod, itt levágod, mégpedig ide mész, ide a közepéhez, ide. És mondod neki azt, hogy kivág. Jó. És akkor a felső rétegen állunk, szabad átalakítás, 50%-ra lekicsinyítjük. 50-re, biztosan 50-re, mert hát majd megnagyítjuk, hogyha szükséges. Tehát nagyon-nagyon pici lett, de nem ilyen lesz, nem kell megijedni. Réteg megkettőz, és ugye összepasszintjuk, mégpedig len, próbálod így, majd egyesítés az előző réteggel, és akkor utána szabad átalakítással, először szabad átalakítással megcsinálod, hogy ez jó legyen. Tehát próbálod kitölteni a teret, hát ez így jó is lesz. És akkor most azt csináljuk, hogy fogjuk, egy kicsit torzítással lehúzzuk, hogy legyen szebb ez a dolog, tehát egy kicsit legyen nagyobb ez a dolog. Így. Körülbelül feléné egy picit többre, és rögzítés. És amikor készen vagyunk, akkor ugye megszüntetjük a kijelölést. Hát annyira nem lett ronda, tehát kivágtuk belőle ezt a bordot, de hát szép így is. Most a következő dolgot tesszük, ezt megkettőzzük, így is maradhatna, már nagyon szép így is, tehát így is nagyon szép, de ezt réteg megkettőzöm, mert nem tudtam eldönteni, hogy hogy maradjon. Tehát az az igazság, hogy annyiszor megcsináltam, és mindig szebb lett a kép, és nem tudtam eldönteni, hogy mit is csináljak, megyek a szűrőkre, a torzításra, és a trapéz torzításra, és az egyiket megtorzítom így. És, látjátok, ez ilyen gyönyörű lett, és én szerintem maradjon ez, mert sokkal szebb, mert látszik. És akkor ezt pedig megfordítjuk. Megfordítjuk, és ezt alulra tesszük azért, mert úgyis itt lesz a nőcikénk, és a virágocskánknak kell ez a, majd megmutatom mindjárt, hogy mi. Tehát addig nem tudom megmutatni, míg a virágot nem helyeztem be. Tehát ezt pedig, ezt is szépen ide behelyezzük. Oldalt is próbálunk. Ez így jó lesz, ahogy van. És akkor, hát ebben nem csináltam ellipszist, ugyanis csinálhatnék, de nem akarok egyesítés az előző réteggel, nem akarok ellipszist, mert minden képem, nem akarom, hogy ellipszises legyen. Most a következő dolgot teszem, behozom a kis tájké, hát most már elmentem a leckés mappáimtól, mert ugye hát egy kis probléma akadt. Hát a CTRL gomb lenyomva tartva, és behozom az egészet, amin erre nekem szükségem lesz. Azt hiszem, hogy nincsen több. Két nőm is van, megnyitás, és így megnyílik az egész. Na most, amire nincsen szükségem, azt lecsukom, így. És legelőször is szükségem van erre a tájra, a szerkesztés, másolás, szerkesztés, beillesztés. Beillesztem, de ide alulra. Na most, ez egy kicsit kicsi, jobb gomb szabad átalakítása, megnagyobbítom. Azért, hogy legyen egy kicsit nagyobb. Hát olyan 160%, oké. És akkor fogom, hát itt maradjon fekete. Nyugodtan maradhat fekete, nem lesz semmi baja tőle. De még olyat is csinálhatunk, hogy torzításra picit kijebb húzzuk. Itt nem akartam, tehát alulra nem akartam rögzítés. És akkor most azt mondom neki, hogy szűrők, domborítás, erős domborítással rámegyek, nagyon szép kis táj, szűrők, domborítás, mérsékelt domborítás, még elbír domborítás, de most már azt hiszem jó lesz, elég lesz. És akkor most a következő dolgot teszem,
ezt az effektet is egy picikét megdomborítom, a mérsékel domborítása nem nagyon, mert nem sokat bír el, csak egy mérsékeltet. Utána erre rakok egy kis szűrők textúra merített papír, 3x4-szer szűrők textúra merített papír, így már jó lesz, nagyon szép, és akkor egyesítem a réteget, tehát ez így lesz az alapom. Na most, ezt külön csináljuk meg, külön készítjük el a effektre még a dolgokat, mert erre még havat is szeretnénk rakni, és erre a háttérre rakjuk a havat. Na most, ahhoz, hogy nekünk jó legyen a dolgunk, még szűrők, leképezés, progresszív kontúr, adunk neki egy kis progresszív kontúrt, hogy legyen széle is. Tehát ami azt jelenti, hogy egy 15-ösnél több nem kell szerintem, és akkor rámegy az effekt. Rámegy az effekt, de nem baj végeredményben. Oké. És akkor próbálom megnézni, hogy az effekt jól van-e. Felső rétegen állunk. Beállítom magamnak. Hát, nem pontosan jól. Nem pontosan jól. Tehát mondom neki, hogy torzítás. És akkor úgy próbálom beállítani, rögzítés, hogy látszódjon a kijelölés, mert nagyon fontos. Tehát mind a két oldalon itt is, és itt is látszódjon a kijelölés, és most, ugye, jól van. Elkészültünk ezzel, következő dolgunk lesz, hogy ugye behozzuk a hölgyeményt, szerkesztés, másolás, szerkesztés, beillesztés. Ezt ide lerakjuk. Azért mondtam, hogy nem fontos az, hogy itt alul milyen lesz, de majd meglátjátok, hogy hát mennyire fontos. Például nem jó ez itt. Nem jó, nem jó, nem jó, nem jó. Mégsem jó, pedig itt van a kijelölés. Mégsem jó. Teljesen kivisszük a szélére még egyszer, tehát amíg ki tudjuk, addig kivisszük. Addig becsukom a csajt. Tehát látom, hogy nem jó. Torzítás, és akkor kivisszük a szélére. Így. Jó, most talán jó lesz, rögzítés. Tehát arra vigyázzunk, mert a havazásnál lesz probléma. A havazásnál rakunk rá havazást. Most a csajocskánkat, hát ide rakjuk le. Muszáj ide rakni, mert a ruhája le van vágva, és esetleg még lejjebb is rakhatjuk, de akkor megnagyítjuk, hogy nagyobb legyen az arca. Szabad átalakítás, és hát ennyire ne azért. Mit tudom én egy 115-re, és akkor ugye így kéne, de ez nekünk annyira nem szép, inkább hátrafele viszem. És akkor körülbelül úgy húzzuk el a csajt, hogy idáig a közepéig, nézzétek, ennek a közepéig húzzátok el a ruháját, így, közepéig, és akkor most van nekem, a csajnak nem adunk árnyékot, ezt már előre is elmondom, van nekem egy, ezt kikattintom, virágocskám, hát azt nem tudom melyik az, ez, szerkesztésmásolás, szerkesztésbeillesztés. Megfordítom kicsit, hát ez így, nem jó. Megint megfordítom, így már jó. Na most, ezt a virágot a csaj és az effekt közé helyezzük be. Most azért kell nekünk ez a szép kis, nézzétek, itt ez az effekt, hogy itt a virágnak legyen ez a tartója. A virágot teljesen nem tesszük ide, mert nem szép az, amikor nagyon hivalkodó valami. Tehát fogjuk, így félig meddig ide rakjuk a virágot. És a csajt is beidomítjuk, tehát igen, a virágocskát is nagyon picit följebb rakjuk, nagyon picit, és akkor a virág erre menjen rá, és akkor egyesítem a előző réteggel, és akkor megint
Pillanat, meg nem kellett volna egyesítem, mert még egy virágra lesz szükségem, réteg megkettőz, és akkor, amikor megkettőztem, egy kicsit megfordítom. Hát, de nem ám így, hanem körülbelül, hát a vízszintes tükrözéssel is, és így fordítom meg. Tehát így álljon a virág, így álljon, és akkor ide rakom a virágocskát, ide a csaj hátom mögé, de úgy, hogy ebből ne sok virág látszódjon ki, mert akkor nagyon hivalkodó, tehát nem szép. Próbálom úgy berakni. Hát, igen. Próbálom úgy berakni, nem is tudom, mit csináljak vele. Így talán ide föl. Réteg megkettőz, és a másik oldalra is rakunk. És egy vízszintes tükrözéssel átdobjuk, és fogjuk, és áthozzuk ide. És ugyanúgy ide rakjuk. Ugyanúgy ebből a virágból ennyi látszódjon ki. És akkor itt is még egy nagyon picikét odébb húzzuk. És akkor felhúzzuk. Mondjuk így. Hogy ez a szallag látszódjon, tehát így. Jó. Egyesítjük a réteget. Nem tudom, hogyha az engravert megcsinálnánk, hogy jó lenne. Nem tudom, a két, három rózsát egyesítem, és megpróbálom ezt az engraveresdit. Szűrők. It's not software, filterul limited 2. Ugye nekünk már ez be van állítva. Megnézzük, hogy mit csinál vele. Tehát 180. Nem tudom. Hát, szerintem nem jó. Nem jó, sokkal szebb virítósan, mert a csajnak a ruhája is virítós. Na most azt kell csinálni, hogy egyesítjük a rétegeket, amit tudunk. Egyesíthetjük az előző réteggel, már minden. Külön van két rétegünk. Külön van, ugye, ez a réteg, az nézzétek itt is, tehát... Itt mindegy, mert nem mindegy, azért nem mindegy. Tehát pontosan állítsuk be szépen, pontosan. Viszont van hátterünk, úgyhogy ez nem fog majd kilátszódni. És ugye van a háttér. Na most még egy dologot kell ráírni, a Vicuska tutoriált bordóval, tehát ezzel a színnel próbáljátok meg. Hát nem, aranyozott lett, de így is jó. Figyeljetek, nem tudom, hogy lenne jobb, de nem. Szerintem inkább a bordóval írjuk rá, visszamegyek. Tehát fogod a hatásokból, kiveszed a pipát, és már jó is. És akkor ezt majd ide tesszük, mert jó lesz. Jobb gomb konvertál szöveget képrétegbe, szabad átalakítás, és... oda szeretném betenni a lukba. Na, ide be is tudjuk tenni talán, és még jól is néz ki. Sőt, lejjebb húzom egy kicsikét. És most nem duplázom meg, mert ezen van árnyék is, és a sötétebb betűknél nem kell megduplázni. Viszont nekem szükséges a Vicuska, amit majd ki fogok radírozni. Tehát radír, és ezt itt kiradírozom szépen, majd valahova ide rakom, de nem tudom, hogy hova, mert helye az nincs. Tehát valószínű, hogy talán ide, vagy nem is tudom, tehát nincs helyem. Hajjaj. Hát nem tudom, hogy hova rakjam, talán ide rakom, mert nem tudom máshova rakni. Még itt gondoltam, mindig ezzel vagyok elfoglalva. Még ide gondoltam, mert itt is jó helye van. Jó is lesz. Egyesítés az előző réteggel. Egyesítés az előző rétege. Tehát ezeket mindet ide adjuk a PNG-hez hozzá. Nem az alsóhoz, a PNG-hez. Na most ezt becsukjuk, ezt a szemet. Amikor készen vagyunk mindennel, ugye adtunk neki progresszív kontúrt, mindent, becsukjuk ezt a felső szemet,
Az alsó látszik csak. Ezeket kikattintom, mert nem akarom, hogy megzavarjon engem. Mert, hát nem tudom, remélem sikerülni fog. Van nekünk egy kis havacskánk. Hát nem is tudom, hogy miért van itt ennyi. Megnézem most magamnak. Ez 5 réteg. Ez is 5 réteg. Hát nem is tudom, hogy miért van itt nekem. Ennyi. Az egyiket kikattolom. És akkor ez is 5 réteg, ugye? Próbálom egy kicsit nagyobbra lehúzni. Megnézem magamnak, tehát van 5 rétegem meg a háttér. Tehát van 1, 2, 3, 4, meg egy ötödik hó, és a háttér a hatodik. Most az azt jelenti, hogy itt alul is veszünk 5 réteget, háttér a hatodik. Tehát réteg megkettőz, így. Tehát 3, 4, 5, és a háttér a hatodik, tehát nekem van 5 rétegem most, azt hiszem. Nézem, tehát 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, most már tényleg nem tudom, 6, és akkor a felső, igen. És akkor háttérnek teszek be egy réteg új háttérbeszúrást, egy ürest. Most nem tudom, hogy jót tettem, vagy sem, mindegy. Ezeket a rétegeket becsukom, tehát megyek fentről, becsukom az összes réteget. Látható. Megyek lefele, megnézem, hogy mennyi van még hátra, hát ezt már nem csukom be, mert erre havat teszek. Tehát itt a hó, ugye hóból is nekem 5 van, és képem is 50, tehát az azt jelenti, hogy az első havat megkezdem, tehát rákattintok a hóra, itt is be vannak csukva a szemek, másolás, most ezt alkalmazom, rákattintok, beillesz. Na most, az az igazság, hogy hogyha elmozdul, nagyon nagy baj lesz. Tehát próbáljunk úgy dolgozni, hogy ne mozduljon el. Az, hogy ne mozduljon el, tudok egy trükköt, mert hogyha erre rákattint, az semmiféleképpen nem mozdul el. Megmutatom nektek ezt most. Tehát kétfajta lehetőség van a rétegre. Itt van az eszközöknél a beállítások. A beállításoknál a mást keressétek meg, tehát itt van az, hogy most mondjuk itt van, hogy könyvtárok, most kikeresed azt, hogy más. Na most itt a másnál, hogyha az automatikus réteg kiválasztásból kiveszed a pipát, akkor mindig arra a rétegre tudsz rámenni, amelyikre rákattintasz, oké? Okay? De ha például, nézzétek, hogyha, tehát amelyikre rákattintasz arra, tehát kiveszed a pipát. Majd ezt meglátjátok, hogy milyen nagyon fontos, mert például, hogyha ide belekattintasz a hónak a közepébe, akkor se a hátteret fogod meg, és nem tud elmozdulni. Itt nagyon fontos ennél a havazásnál, hogy ne tudjon elmozdulni. Tehát csináljátok azt, amit én csináltam, hogy vegyétek ki a pipát. Ezt megkettőzzük most, réteg megkettőz, és akkor látjátok, a felsőt kijelölöm magamnak, tehát rákattolok, ugye ez nem kell, rákattolok, és fogod, és tudod húzni, nem húzod a tájat, hanem azt húzod, amire rákattoltál. Tehát ez nagyon fontos, és hát ugye itt pontosan nem látjuk, mondjuk én alsóra kattintok, és itt állítanám fönt össze. Itt se tudom pontosan összeállítani. Nézzétek? Itt se, de azért valahogy mégis. Most itt a kettőt összevonom, egyesítés az előző réteggel, és ide lehúzom, tehát rákattolok, és mindegy, hogy hova nyúlsz, hogyha abba van a pipa, és akkor megnézed, hogy csak a tájon legyen hó.
Ezt most itt egy picikét az elsőnél kinyitom a szemet, hogy megnézem, hogy jó helyen van-e a hó. Hát igen, nagyon jó helyen van a hó, havacska. Jó helyen van, igen. Tehát akkor becsukom, semmi gond, és akkor jó helyen van a havacskánk. Kézi beállításokkal megnézzük, hogy hova is helyezzük a következőt. Tehát általában egész számokkal dolgozunk, és akkor ezt is kijavítjuk. 15, 165, oké, legyen így. És akkor a következő havat 15-165-re tesszük. Most egyesítjük az előző réteggel. Kinyitom a felső szemet, ezt pedig becsukom. Mindig ezt csináljuk. Most kinyitom a felső szemet, ezt pedig becsukom. Tehát a következő hó ez lesz. Másolás, tehát bocsánat, másolás, mert ugye ez él. Rákattintok, beillesztés. Ugye a köve bárhol megfoghatott, tehát rossz helyre ment a havacskánk, csak azt nem értem, hogy miért, mert ide kellett volna föléje menni. Tehát megfogott, bárhol megfoghatott, ha ott van a pipa, ahova mutattam az előbb, és 15-165 volt azt hiszem a havazás. Most megkettőzöm, réteg megkettőz, azért kettőzöm meg, hogy nagyobb területen legyen ez a hó. Egyesítem a két réteget, megyek a kézi beállításokra, 15, mondjuk ez annyira nem is fontos, azt hiszem 165 volt. Oké, és már oda is ugrik a hó, és egyesíted a réteget, így nem mozdul el. Na most ezt bezárod, következőt kinyitod. Következő, ezt bezárod, ezt kinyitod, alatta lévőt bezárod. Következő hó. Másolás, beillesztés. Ide húzott felülre. Réteg megkettősz, hogy nagyobb legyen a hó, tehát egymás mellé húzod. Így, kb. Egyesít az előző réteggel. Kézi beállítások. 5. 165. Oké. Egyesít az előző réteggel, becsukod, felsőt kinyitod, nem tudom, van-e még, van, igen, tehát becsukod, felsőt kinyitod, megnézzük, hogy van-e még, egynek kellen, igen, tehát másol, beilleszt, itt fent összerakod, réteg megkettőz, elhúzod oldalra, körülbelül úgy, a kijelölés úgy legyen, ahogy itt. Egyesít az előző réteggel, kézi beállítások, 5, 165, oké, na most megint felülre ment, nem értem miért. Egyesít az előző réteggel, és még becsukod, kinyitod a következőt, még egy van, becsukod, kinyitod, és akkor másol, beilleszt, megint ugye ide rakod, réteg megkettősz, hogy több legyen a havunk. Lehetne hármat is tenni egymás mellé, vagy négyet is, mit tudom én, de nem kell, mert csak a tájra teszünk havat. Egyesít az előző réteggel, jobb gomb kézi beállítások, 5, 165, oké, egyesít az előző réteggel, becsukod,
Most a következő dolgot teszed. Most ezt megsokszorozod annyiszor, ahány képünk van. Ezt fogod látni. Mert ha többet csinálsz, az se baj. Tehát réteg megkettőz, réteg megkettőz, réteg megkettőz. Ez már 4, réteg megkettőz, 5. Nem csinálok többet, mert kicsit problémás lesz. Kinyitod a szemet, látható, egyesíted az előző réteggel. Most lehúzod a csajt, kinyitod a szemet, látható, egyesítés az előző réteggel. Lehúzod a csajt, kinyitod a szemet, látható, egyesítés az előző réteggel, és azt hiszem, hogy nincs több csajunk, tehát ami azt, de még van 2. Tehát inkább ide lehúzzuk őket. Most sikerül lehúzni, és például volt olyan, hogy nem sikerült lehúzni. Tehát látható, kinyitod, egyesítés az előző réteggel, lehúzod a csajt, megnézzük, hogy van-e még réteg. Nincsen, tehát látható, egyesítés az előző rétege. Na most, itt van valami problematika. Hát, nem tudom, tehát inkább egyesítem a háttérrel, tehát egyesítés az előző réteggel, és talán nem lesz semmi baj. Nem tudom, itt van valami kis baj, elmozdult vagy, nem tudom, és majd most meglátjuk. Tehát megyek a képre, képméret 700, hát nem könnyű, nem könnyű, nem könnyű, sajnos. Lekicsinyítjük 700-ra az egészet, és most megnézzük, hogy mit dolgoztunk. Ha nem sikerült, akkor ez így marad, tehát mindenki megcsinálja, ahogy tudja, ahogy bemutattam, de még egyszer ezt most már nem fogom leadni. Tehát eszközök Animal GIF, egy 10-es kisleltetés, surok, átlátszó szín és optimalizált színskála és előnézet. Ja, bocsánat, nem csuktam be a szemeket. Lehet, hogy nem jelent semmit, de be kell csukni a szemeket. Tehát, lehet, hogy mozogni fog, nem tudom. Tehát valami... Hát... Annyira nem is rossz, de még mindig pörög, úgyhogy nem jött be még. Nem mozog, nagyon frankó lett. Tehát végül is sikerült. Igen, végül is sikerült. Hát, nagyon szuper lett. Eléggé megküzdöttem vele. Tehát, amikor ugye veszünk új hátteret, új háttérbeszúrás, utána egyesítjük. Egyesítjük. Tehát a legelső képpel, és akkor itt általában még egy dolog van, ugye mutatom, itt ezt beszoktuk csukni. Az összeset nem tudom, hogy ez miért van, de a 2 marad. Tehát ezt csináljuk, és most mondjuk neki azt, hogy eszközök, Animal GIF, és akkor nem úgy mentjük el, hogy fogod, hogy fáj, mentés, másként GIF, hanem behozod itt az Animal GIF-et. Nagyon figyelünk arra, hogy itt hányas a szám, mert az sem mindegy, hogy hányas. Meg itt a hurkok. Tehát, hogy miben van pipa, meg miben nincs, és exportálás, ami azt jelenti, hogy itt már, tehát adok neki egy nevet, mondjuk 267, és akkor adok neki egy A betűt. GIF-ben, mindenképpen GIF-be fog elmenteni a géped, úgyhogy nem is kell átváltoztatni, mentés. Hát... Még egyszer megnézem magamnak, és hát remélem, hogy sikerülni fog. Na, pillanat, ez most nem tudom, mit, igen, jó. Jól van, tehát elérkeztünk leckénk végéhez, elmentettük, exportáltuk,
További szép napot és jó munkát kívánok nektek. Remélem tetszett a lecke. Sziasztok!